rendkívül sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Szép Bence vagyok, a műsorvezető, a 15. Gyógybornapok és Büki Gasztro Fesztivál megnyitja a kapuit hivatalosan is, hiszen biztos mindenki tudja, hogy tegnap már volt egy nulladik nap, de a hivatalos megnyitót most elkezdjük. Akik esetleg hátrébb vannak, kérem, hogy nyugodtan, bátran jöjjenek ide közel a színpadhoz. Egy programmal kedveskedünk természetesen a nézőknek, utána pedig egy hivatalos megnyitóval. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, amíg jönnek a vendégeink, addig boldog kötelességem elmondani azt, hogy nagyon-nagyon színes programok várnak ma bennünket. Ezt én majd a megnyitó végén részletesen is ismertetni fogom. Előtte azonban óriási büszkeség és boldogság, hogy én konferálhatom fel az első produkciót itt a hivatalos megnyitón. A Büki Művelődési Központ Zablánc és Hanga gyermek néptánc csoportjai következnek most. Az első produkciónak a címét mielőtt ismertetném, egy érdekességet hadd mondjak el a kedves látogatóknak. Nemrég volt a nyugat-magyarországi szólótánc verseny, és ennek a szólótánc versenynek nagyon-nagyon szép eredményekkel, nagyon szép eredményeket hozott el ez a csapat, úgyhogy ezeket fogjuk most látni majd. Úgyhogy nagy tapsal buzdítsuk azokat, akik a szólótánc versenyen díjazott táncosok voltak, felsorolom, milyen produkciók lesznek. Az első az egy somogyi üveges ugrós tánc, Enzsöl Gréta és Németh Luca előadásában. A második egy vasi kanásztánc, Holzapfer Baranyai Zsombor előadásában. A harmadik egy vasi ugrós és friss csárdás, Nagy Málna és Nyári Vivien előadásában. A negyedik produkció Bodrogközi lassú és friss csárdás, Bálint Nóra és Polgár Tamás előadásában. Az ötödik produkció a kísérő zenekar produkciója lesz majd, a Dió Banda fog majd zenélni, Vajda Szent Iványi dallamokat játszanak majd nekünk. A hatodik produkció pedig moldvai táncok lesznek. A felkészítő tanár Gerlec Edit és Gerlec László. Kérem, hogy fogadjuk a néptáncosok és a zenekar produkcióját nyitott szívvel, nagy szeretettel és tapssal. Hát a táncosokat meg kell mutatni, hogy a számára. Fenyőnek nem tudom mi a számára, mert még egy értékelhető képet mondod, úgyhogy jó közelebb itt egy kicsit.
meg még csinálni. Én most láttam az ügyet. Az nem automatán van. Thank you.
Köszönöm szépen!
hogy tisztot állt a gyerekek. Jó, de megyek a Ferihez, megmondom neki, hogy agyorul, hogy közelíthetünk.
Meg ha Feri nincsen feladat, akkor is segíthet meg, hogy információt állítsam meg, hogy valaki legyen olyan kezdetében, hogy itt a kivallát tudják lenni, hogy a kicsán, hogy nagyon jó volt nézni, elképesztő hangulatot varázsoltak nekünk az Ablánc és Hang, a csoportok. Megérdemelték a nagy tapsot, nagyon szépen köszönöm a közönségnek, hogy ők is értékelték ezt, és természetesen a Dió bandának is szól ez a köszönet. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, drága fesztiválozók! Hivatalosan is megnyitjuk a 15. Büki Gyógybor Napokat és Gasztro Fesztivált. Nagy szeretettel invitálom ide a színpadra azokat a személyeket, akik a megnyitón a színpadon fognak részt venni. Elsőként dr. Németh Sándor, bükkváros polgármesterét, de a színpadra hívom Ciráki Lászlót, a Büki Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatóját, Horváth Zoltánt, Csepregváros polgármesterét, a csepregi és kőszegi borbarát hölgyeket, Tóth Bélát, a borverseny levezető elnökét, valamint Tóth Tamást, a fesztivál igazgatóját, és természetesen nagy-nagy szeretettel köszöntöm a nézőtéren helyet foglaló Baranyai Róbert alpolgármester urat, dr. Tóth Ágnest bükkvárosi jegyzőjét és dr. Szabó András aljegyző urat. Köszönjük szépen! Okay. Óriási szeretettel köszöntöm a képviselőtestület itt megjelent tagjait. Nagyon-nagyon örülünk, hogy vannak itt támogatóink, és még egyszer köszönjük nekik a támogatást, és szeretettel ölelünk, üdvözlünk minden partnert, és természetesen a fesztiválozókat. Nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtiszteli a 15. Büki Gyógybornapok és Gasztrofesztivál hivatalos megnyitóját. Én a megnyitóra nagy tisztelettel és szeretettel felkérem bükkváros polgármesterét, dr. Németh Sándort, fogadjuk őt nagy szeretettel és tapssal. Kérem, Sándor tartsa meg köszöntő beszédét. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit a helyszínen, a gyógybornapoknak a helyszínen, ami a 15. a sorban, de az első azok közül, amelyet nem a parkolóban, nem csak a parkolóban tartunk itt, hanem az új rendezvénytéren, amit a Fürdőn született, ugye egy évtizednyi tervezés, kivitelezés, kudarcok mellett a siker eljött, és tudtunk egy olyan rendezvényteret létrehozni a Fürdő közepén, ami ilyen nagy rendezvények lebonyolítására alkalmas. Mondhatni, hogy tegnap a fesztivál 0. napján volt a főpróba. Bízunk abban, hogy aki jelen volt, mindenkinek tetszett, és tényleg egy méltó környezetet jelent ennek a, most már azt lehet mondani, hogy nagy hagyományú, hiszen 15. fesztiválra. Bízunk abban, hogy a fesztivál, az idei fesztivál többi napja is legalább ilyen sikeres lesz, hanem sikeresebb, és a következő években még ismertebb, még látogatottabb lesz, emblematikusabb lesz ez a fesztivál. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, önök mint vendégek, illetve a fellépők, kiállítók, árusok, és bízunk abban, hogy mindannyian hozzárulnak ehhez a sikerhez, és ezt köszönöm, egyúttal a fesztivált megnyitom. Jó szórakozást mindenkinek! Köszönjük szépen, polgármester úr! Mint ahogy a szokásban vagyom, minden évben, amikor megrendezzük a Büki Gyógybor Napokat, van egy borverseny a Büki Gyógybor Napokhoz és Gasztrofesztiválhoz kapcsolódóan. Ennek a borversenynek az eredmény hirdetésére nagy tisztelettel és szeretettel felkérem a borverseny levezető elnökét. Fogadjuk sok szeretettel a mikrofonnál Tóth Bélát! Kicsibe látom még, de nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
mint ahogy itt elhangzott, a polgármester úr említette, hogy 4 évet kellett arra várnunk, hogy újra itt gyógybornapokon tudjunk lenni, és együtt lenni. És ha a gyógybornapok, akkor Bükkváros borra választás van, amit az elmúlt héten szerdán tartottunk meg a művelődési házban. Nagyon vártuk már, és külön öröm számunkra, hogy soha nem volt még ennyi résztvevő ezen a borversenyen. Konkrétan 16 borászat, 46 tétel bort nevezett a versenyre. 7 rozé, egy gyöngyöző fehér, 26 fehér bor és 12 vörös bor. A borverseny kiírása szerint 3 kategóriába lehetett nevezni. Bükkváros bora kategóriában szakmai zsűri bírálta a borokat, fesztiválbora kategóriában társadalmi és a sajtó összevont zsűri bírálta a borokat, a borbarát hölgyek bora kategóriában pedig Csepregi és a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesületének tagjai voltak. A Bükkváros bora kategóriában 3 helyezést díjazunk oklevéllel, tehát az 1-2-3 helyezett, és értelemszerűen az első helyezett bor lett Bükkváros bora. A fesztiválbora és a borbarát hölgyek bora kategóriában az első helyezettet díjazzuk oklevéllel. Bükkváros bora kategóriában csak fehér és vörös bor, a többi kategóriában fehér, vörös és rozé bor is indulhatott a versenyen. Csak azok a borászatok nevezhetnek a borversenyen, akik a fesztiválon is részt vesznek, mint kiállítók, így praktikusan a borokat meg lehet kóstolni a pincészeteknek a standjain. Biztatok is mindenkit, hogy kóstoljon, használja ki a lehetőséget, hogy ennyi borászat kiváló tételeit lehet kóstolni itt a fesztiválon. Bükkváros bora kategóriában 600 palack, 0,75-ös palack borra rendelkezésre kell állni. Maximál tár 2000 forint plusz áfa lehet. Egy évig a jövő borversenyig lesz a város bora, és egyedi címkével, város címerével kerül forgalomba, illetve ajándékba. A bírálat a 100 pontos bírálati rendszer szerint történik. Anonim letakart palackok, csak az évjárat és a fajta kerül bemondásra. Megragadnám még az eredményhirdetés előtt az alkalmat, és szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek a borválasztásban, a borverseny lebonyolításában. Elsősorban köszönet a zsűri tagjainak, a kőszegi és csepregi borhölgyeknek, valamint minden közreműködőnek, aki szabad idejét feláldozó rendelkezésre állt. Köszönet a Biki Művelődési Ház dolgozóinak a technikai feltételek biztosításáért, és nem utolsó sorban külön köszönet a borászatoknak, hogy megmérték boraikat a versenyen, hogy eljöttek a fesztiválra, és vendégeik lehetünk mi, borkóstolók. Az eredményhirdetés előtt felkérem Zsornai Balást, a szakmai zsűri elnökét, hogy pár mondatban értékelje a borversenyt és a nevezett borokat. Ne nyúljunk hozzá, megkérlek, jó? A szeretettel köszöntök mindenkit, téged is, Marcel. A borbírálatunk úgy zajlott, hogy természetesen vakon végigkóstoltuk az egész sort, de mivel kicsit meglepődtünk a tételek számán, ezért úgy döntött a bíráló bizottság, hogy az 5 legmagasabb pontszámú bort visszakéri a végén, és abból azt újra lepontoztuk vakon, bedobáltuk a papírokat, és így került kiválasztásra a Bükkváros bora. A mi bizottságunk részéről, a többiek részéről pedig a sajtóbora, illetve a hölgyek bora. Annyit szeretnék mondani a borokról csak, hogy kóstoljátok meg mindegyiket, mert az, amelyik nem kapott díjat, az nem azt jelenti, hogy nem olyan jó bor, vagy esetleg rossz bor. Egyszerűen annyit jelent, hogy az nem azt választottuk mi ki. A mi ízlésünket fogja prezentálni a kapott érem, de a többiek ugye itt nem kapnak érmet, tehát ez nem egy klasszikus borverseny. Itt egyet kiválasztottunk, és kész. Akkor... Figyelj, Viktor, két alakottam. Harmadik helyezett... Igen, kövess le az Köszönjük Balázsnak az értékelést.
Akkor az eredményeknek a hirdetése következik. Felkérem a Csepregény és Tőszegi borbarát hölgyeknek az elnökeit, mert a borbarát hölgyek bora díjának az átadása következik. Répcementi borpince Csepreg, Chardonnay 2022-es borát kapja, és kérem Horváth Gábor, pincészet tulajdonosát képviselő borászát, hogy fáradjon ide a díjak átvételére. Gratulálunk! Jó, tökéletes, köszönöm. Akkor Tóth Adrián pár szót szeretne a borválasztással kapcsolatban, mint a zsűri elnöke. Nem hallottam, mit mondtál. Nagyon szépen köszönjük először is a lehetőséget, hogy ez a hagyomány folytatódhat, hogy a borbarát hölgyek külön díjazhatják a borokat és értékelhetik. Ugye a hagyomány szerint, amit a Gábor most kapott tőlünk, ez a díj kedves a szívünknek, hiszen a Kőszegi Egyesületből és a Csepregi Egyesületből egy darabot átadunk így a gazda részére, már pedig úgy, hogy a kőszegiek hozzuk a mi zászlós borunkat, és a csepregiektől pedig kapják a kis egyenruhájukat. Én azt hiszem, hogy ez egy kuriózum, mint ahogy az is, hogy mi ebbe annó belecsöppenhettünk ebbe a Büki Gyógybor versenybe, és kívánunk mindenkinek nagyon szép itt tartózkodást, és Balázs után mi is biztatunk mindenkit, hogy minden bort kóstoljanak meg, mert nagyon szép tételeket kóstolhatott minden zsűritag. Köszönjük szépen, és gratulálok! Köszönjük Adrinak! A következő a Fesztivál Bora díjat fogjuk átadni. A társadalmi és a sajtó zsűri képviselői választották ezt a bort. Díjátadásra felkérem dr. Ciráki László, Büki Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatóját, és Zsolnai Balást, a szakmai zsűri elnökét. A nyertes pedig Gyukli Pince Balatonfüredről, Gyuszekko nevű gyöngyöző boraj, mi Irsai Olivérből van, és 2022-es évjárat. Kérem a pincészek képviselőjét. Gratulálunk! Itt még közben kiderült, hogy a Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója minden nyertes pincészetnek egy családi belépőt ad ajándékba. Köszönjük szépen a felajánlást! Én ezzel nem tudom megállapítani, csak látom, hogy kérdezik. Következik a legfontosabb borválasztás, illetve a Bükk város borának az eredményhirdetése. Itt három kategória van, az első három helyzetet díjazzuk. A díjakat átadja dr. Németh Sándor Bükkváros polgármestere és Zsolnai Balázs. Kérem a polgármester urat is, hogy jön ide. Harmadik helyezett Gyukli Pince Balatonfüred, Olasz Riesling 2022-es évjárat. Gratulálok! Második helyezett Répcementi Borpince Csepreg Chardonnay 2022-es Horváth Gábor. Gratulálunk! Hát a Gábornak ugyanez a bor a két helyen is értékelve lett. Én nagyon gratulálom. Gratulálok! És az első helyezett bor, ami egyben Bükkváros bora a következő egy évben. Ez egy olyan borászat, a nyertes, amely Kőszeg és Zalabér között félúton található. Kézműves borászat, a hagyományos és reduktív technológiát alkalmazza borai készítésére.
A soproni és az olai borvidéken is vannak területeik. Korábban is értek el komoly sikereket boraikkal, így a mostani siker sem éri váratlanul a borismerőket. Konkrétan ez a nyertes tétel a Vasmegyei borversenyen is aranyminősítést kapott. Ezután a kis bevezető után szeretném felkérni Mándli Tibort, a Mándli borház tulajdonosát, a bor alkotóját, hogy pár mondatban megmutassa be a nyertes bort. Kérjük ide a színpadra. Hát azt nagyon sajnálom. Mándli úr nem ért ide ugyanis. Pincészettől nincs itt senki? Pincészet sincs még nyitva. Fogyasztó van, majd valaki átveszi. Tamás, légy szíves, akkor vedd át a... Megkérem Tóth Tamást, hogy vegye át akkor a díjakat, ami természetesen egy első helyedetnek szóló oklevél, és majd ők is kapják ezt a családi belépőt. Hát nagyon köszönöm akkor, hogy meghallgattak bennünket, és arra tudok mindenkit kérni, illetve kapacitálni, hogy ezeket a borokat és többi 45-i, jön a Mándli, akkor még egy kicsit húzzuk az időt, és akkor talán idejér. Hogy kóstolják meg ezeket a borokat. Külön öröm számunkra egyébként itt bükieknek és csepregieknek, hogy a csepregi borok ilyen szépen képviselték itt magukat. Ugyanis Bükk és Csepreg gyakorlatilag egy szőlőhegyen van. Ez azt jelenti magyarul, hogy Bükknek nincs szőlőhegye, Csepreg meg szomtét település. Igazából Bükknek is szőlőhegye. Tibikém, gyere, légy szíves, mert rád várunk. Kérjük beengedni a Tibort ott a urak! Itt körbe, itt tudsz följönni a lépcsőnél. Tehát akkor most még egyszer Bükkváros bora kategóriának győztese a Mándli Borház. Egy Rajnai Riesling 2022-es borral. A pincészet egyébként Cák és Csempesz Kopács településeken van, mint ahogy mondtam, ugye Zalai és a soproni borvidéken is. Tibor, légy szíves! Már előbb fölkonferáltam, hogy pár szóra szeretnék gratulálok én is. Hallottam, hogy nem engedtek be. Igen. Tehát légy szíves, értékeld pár szóval maga a borodat, illetve mondd el róla azt, amit szeretnél velünk megosztani. Tisztelettel köszöntök mindenkit, Mándli Tibor vagyok a Mándli borháztól. Hallottam, jelszót már elmondták, hogy két borvidék közt félúton, mi Csempesz Kopácson élünk és dolgozunk, Kőszegen és Zalai borvidéken, tehát a Soproni borvidéken, Zalai borvidéken vannak területeink, 36 hektár szőlővel foglalkozunk, és ez a bor, ami azt kérték, hogy beszéljek róla, ez Mirboltaváron 45 éves tőkéknek a terméséből van, és azért gondolom én, hogy azért olyan szép, és a zsűri legalábbis úgy virálta, úgyhogy a kedves vendégek majd megkóstolják, akkor ők megmondják a végítéletet. Köszönöm szépen! Köszönjük a figyelmet, és még egyszer szeretnék mindenkit felhívni, hogy kóstoljunk, itt a lehetőség, ha már egyszer ennyi borászat eljött hozzánk. Köszönöm szépen, és átadom a szót Bencének. Nagyon szépen köszönjük mi is. Kedves fesztiválozó, kedves vendégeink, van egy maroknyi, de nagyon lelkes, szívvel, lélekkel dolgozó csapat, akik ezt a fesztivált szervezik. Az ő nevükben fog most beszélni a fesztivál igazgatója, Tóth Tamás, akit kérem, hogy fogadjuk nagy szeretettel és tapssal. Nekem jó, ennyi. Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát 4 év után újra
itt vagyunk, újra itt vagyunk, egy megújult téren, egy gyönyörű téren, egy kicsit lopva még a gyógyfürdőtől, és ezúttal is köszönjük vezérigazgató úrnak, hogy hozzájárult a területükön, egy kicsit berendezzük ezt a fesztivál központot. Hát, hogy polgármester úr elmondta, tegnap próbaüzem volt, a gyerekbetegségeivel, igyekszünk ezeket kijavítani, és hát igyekszünk mindenkinek a kedvére tenni, hiszen azt gondolom, hogy a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenkit sikerült az idén megszólítanunk. Én nagyon szépen köszönöm a támogatóknak, Bükkváros önkormányzatának, hogy hozzájárultak. Köszönöm a Bükkfürdők Összeszuturisztikai Egyesületnek, hogy felvállalta, hogy lebonyolítója lesz ennek a szervezetnek. És ahogy Bence mondta az előbb, annak a maroknyi csapatnak, aki az elmúlt 9-10 hónapban elég sokat dolgozva összehozta ezt a fesztivált, hogy 4 év után szó szerint berobbanjunk újra a köztudatba. Nem szeretném lopni senkinek sem az idejét, hiszen ahogy az előbb elmondták, kóstoljanak. Finom ételek vannak, finom borok vannak, de aki a sört szereti, finom sörkülönlegességekkel is találkozik. A fiatalok meg nagyon sok üdítő is van természetesen. Illetve Bánszki Péter barátunk, a Hunges Bükk Hotel séfje lassan-lassan elkezdi a főzősóját. Ez idén a nyulat vettettük a központba, úgyhogy nagyon finom nyúl étel fog készülni, és ami jó hír, hogy az idén is elvihetik haza egy receptkártyán. Nagyon jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő 3 napra mindenkinek, és köszönjük, hogy velünk gyógyborászkodnak itt újra július végén. Jó szórakozást! Nagyon szépen köszönjük, és van még egy olyan akció, amiről lehet, hogy nem sokan tudnak. Azok, akik fesztivál karszalaggal rendelkeznek, fesztivál belépővel, 10% kedvezménnyel tudnak elmenni a gyógyfürdőbe jegyet venni. Ez vice versa is működik, tehát az a vendég, aki éppen most hallja a hangomat a fürdőn, ő is 10% kedvezménnyel tud majd bejönni a rendezvényen. Nagyon szépen köszönjük ezt a felajánlást. Hölgyeim és uraim, nekem már csak annyi tisztem van, hogy gyorsan ismertessem, milyen programok lesznek ma, ahogy igazgató úr is említette, a gasztro színpadon a Hungest Hotel Bükk részvételével lesz egy főzősó. Bánszki Péter séf úr mellett főzni fog majd Száraz Zoltán szakács és Réceg József konyhafőnök is. A Portéka színpad a gyerek színpadon is ezekben a percekben kezdi az előadását. Itt 17 óra 45 perckor ezt követően Inci-Finci gyerekfoglalkoztató, aztán még mindig a gyerek színpadé a főszerep, 18 óra 30 perckor Rosta Géza lép a színpadra. A bor színpadon, tehát a másik nagy színpadunkon 18 óra 45 perckor a Zaporozsác fog játszani. A Bükkfürdőparkban 19 órakor a Novel Zone, a Bükk színpadon 20 óra 15 perckor Jude Law, a Bükkfürdőparkban 20 óra 45 perckor Big Mouse Band, a Bor színpadon 21 óra 45 perckor a Bagosi Brothers Company, a Bükkfürdőparkban 22.45 perckor Feel Good, a Bükk színpadon 23 óra 15 perckor Azaria, és a bor színpadon 0 óra 30 perckor DJ Szúnyog. Szeretettel várunk a programokra mindenkit, jó szórakozást kívánok, és hölgyeim és uraim, hivatalosan is megnyílt a 15. Bükki Gyógybornapok és Gasztrofesztivál. Köszönöm szépen! És ahogy az elhangzott, ígyunk, együnk, mert nagyon finom borok vannak, nagyon finom sörök vannak, nagyon finom ételek vannak, nagyon finom lányok vannak. Úgyhogy kóstoljunk. Köszönöm szépen. További szép napot!